Jelentős része tengeri úton működik, vagyis ugye az export meg az import is, ott ugye azért nem mindegy, hogy van-e olyan szakember, aki a tengeri fuvarozáshoz ért, mert elég sokat lehet ezen bukni. Hogy bajban vagyunk, azt jelzi az is, hogy megjelent Csillag Ádám a stúdióban. A stúdióban köszönjük szépen, szervusz Ádám, dolgozni voltam. A kérdésünk is ehhez kapcsolódik, ön megrémült-e a Lex Klub Rádió hallatán? Ugye tegnap tettük fel ezt a kérdést, és a hallgatóink nagy számban válaszoltak is. Igen, 94%, nem 6%. De egy ugye bonyolult történet. Azon te megrémültek? Igen. Ja, és hogy én megrémültem. Most ez lesz a kérdés, igen. Hát ugye bizonyos fokig vérmérséklet kérdése. Tehát hogyha röviden kell válaszolnom, akkor ugye hát van ez a, most már alapvicnek számít, amikor a Parasztbácsit felviszik repülőre, és ezt gondoltam volna, igen, na ezt már nem gondoltam volna, és ugye arról van szó, hogy összetolja magát, és aztán aztán amikor egy dugóba, húzóba viszi a gépet a pilóták, az egész a nyakába fog. Hogy egyrészt nem gondoltam volna, de a nemzeti együttműködés rendszere engem minden nap meg tud lepni olyasmivel, amire azt mondom, hogy korábban elképzelhetetlennek hittem volna. A Lexek egyébként nem újak, tehát ugye ebben van gyakorlatunk, tehát amikor ugye ez a cégekre írnak Lexeket, meg személyekre, ugye Lex Borkai. Lex Borkai, Lex Domokos, Lex Szapári, ugye ezek egy-egy személyre készített, és ugye vannak cégekre készített Lexek is. Ugye ezekre nekem a szakmai véleményem először is az, hogy ezek nem törvények. Tehát jogalkotási aktusok, de az, hogy mit tekintünk törvénynek, az egy jogelméleti, jogfilozófiai kérdés, és ugye nyilván ennek a részleteibe itt elmerülni nem kell, de annyit azért nyugodtan elmondhatunk, hogy a jognak bizonyos morális követelményeket teljesítenie kell, úgy is, mint általános akarat, és úgy is, mint legitim aktus. Tehát a jog az mindenképpen, és a törvény különösképpen, mindenképpen több annál, mint a felsőbbség által kibocsájtott valamilyen kötelező parancs. Kell hozzá társadalmi konszenzus, vagy annak legalább a, hogy mondjam, hát, a feltételezése? Most legegyszerűbben most azt mondom, hogy kell egy morális megalapozottsága. Tehát kell egy morális igazolhatósága, kell egy igazságossági elem a jogban. És hát ugye ez, ami itt most történt, ez tényleg az, hogy az embernek a szájára mondjuk csúnya szavak tolulnak, amiket nem fog kimondani, mert ugye a jól neveltség az többet ér annál, mint igen, hogy most az ember a dühét kiadja. De ugye több tekintetben sem jog. Egyrészt ebben a morális megalapozottságban nem jog, másrészt tulajdonképpen nem normatív, mert ugyanúgy szólhatna ez a törvény, ugye ez most javaslat, és óránként változtatgatják, de ugyanúgy szólhatna ez a javaslat úgy is, hogy KL szóval kezdődő műsorszolgáltató Magyarországon nem működhet, vagy egyszerűen kimondhatja azt, hogy a klubrádió nem működhet. Nem jog azért sem, mert ugye azon túl, hogy egyedi aktus, tehát ugye olyan feltételeket szab meg, ezért mondom, hogy szólhatna úgyis, hogy a klubrádió nem, olyan feltételeket szab meg, amelyek egyetlen műsorszolgáltatóra vonatkoznak se, és ugye ez nem véletlen, hogy egyre vonatkozik. A másik pedig az, hogy a hatalmi ágak elvét is a leghatározottabban sérti, hiszen megint más oldalról tekintve, hogy ezt különböző nézőpontból vehetjük szemügyre, egy bizonyos nézőpontból meg azt látjuk, hogy semmi másról nem szól, mint egyrészt egy elsőfokú, másrészt pedig egy jogerős másodfokú bírói ítéletnek a törvényhozási felülírása, amire pedig a törvényhozásnak nincsen joga. Tehát a bírói hatalom jogköreit a törvényhozás egyszerűen nem vonhatja el. És akkor ugye, hogy
az, hogy házszabály ellenes, az már tényleg huszadrangú és említése sem méltó elem, meg az nem mondhatom, hogy nem említésre méltó, de meg kell azt is említeni, hogy ez megint egy visszaható jogalkotás. Igen. Tehát már létrejött, részben lezárult, részben teljesedett, és folyamatban lévő jogviszonyoknak az átírását tartalmazza egy korábbi jogi helyzetet változtat meg, amelynek a jövőre kiható következményeivel. Milyen, mind abból, amit ön elmondott, abból mi következik egy állampolgár számára? Ugye az első parancs, hogy jogkövető magatartást tanúsítunk, de kell-e jogkövető magatartást tanúsítani egy olyan jogszabállyal kapcsolatban, amelyről morális és más szakmai alapokon is el lehet mondani, hogy nem felel meg az alapkritériumoknak sem? Ez egy nagyon komoly dilemma szerintem, állampolgári dilemma. Tiszteljem ezt a törvényt, ezt a jogszabályt? Ne. Hát ugye nem lehet tisztelni. Betartsam? Hát betartani kénytelen lesz, tehát ugye egyszerűen bejön egy ember és lekapcsolja a klubrádiót. Tehát itt nincs ilyen szempontból, nincs kiút, de azért a helyzet, mégsem teljesen reménytelen. Na. Több okból. Ugye az egyik az, több minden jut eszembe. Az egyik az, hogy ebben mégiscsak van valami olyasmi, amit a pesti nyelv szájkaratének mond. Tehát hatalmas dérrel durral működik a nemzeti együttműködés rendszere, és még mindig nem tudta elhallgattatni a klubrádiót, pedig felfoghatatlan megfontolások alapján az egyik legfontosabb célja a klubrádió elnémítása. Itt egy kitérőt, ha megenged. Menjünk vissza 1644-be. 1644-ben egy John Milton nevű, most 17. század első fele, egy John Milton nevű ember írt egy zseniális röpiratot a cenzúra ellen. Még egyszer mondom, és ha akarja lassan is, hogy 1644. Ez a John Milton, ez azt a kérdést teszi fel ebben a röpiratban, hogy vajon mi hatalmasabb az igazságnál. És azt mondja, hogy az Úristen után nincs hatalmasabb erő, mint az igazság. És azzal érvel a cenzúra ellen, hogy ki tudná azt elképzelni, hogy szabad és nyílt vitában az igazságot a hamisság legyőzze. Azt mondja, hogy a hamisság eszköze a csalárdság, a trükközés, tehát ilyen kifejezéseket használ az ilyen piszkos kis trükkök. Ez mind a hamisság eszköze. Az igazság eszköze a beszéd. Ha nem szabadon küzd egymással a hamisság és az igazság, abban az esetben ugye a cenzúrásnak nincs semmi értelme, mert úgyis az igazság fog győzni. Na most aki el akarja a kritikát hallgattatni, az azt jelenti, hogy teljes erejével a hamisság oldalán áll, nem bízik az igazában, azt mondja, és tudja, hogy nincs is igaza. Én nem folytatjuk. Szia, Ádám! Szevasz! Ádám, nem akartam kérdezni, hogy látszik el, hogy akaszokat megjelenni, amikor éppen megszűnik egy rádió. De nem mit? Javára legyen mondva, januárban kezdte, tehát csak volt fontosabb dolga is. 9 óra 22 perc, ha már itt van Bajtényi László, és örülünk neki, hogy itt van, akkor persze nem csak a saját ügyeinkről akarunk beszélni, de ha már a Voltó RTT elnökével is beszélhetek, akkor azért a saját ügyeinknél még van egy kérdés, hogy itt most mindenki azt találgatja, hogy ha mindezt elfogadják a Menzner-féle javaslatok pénteken, akkor valóban azt elképzelhető, hogy szombaton be kell zárnunk a boltot. Tehát ő mit olvasott ki ebből az egész javaslatból? Egyrészt azt olvasom ki, hogy káosz van a Fideszben. Tehát nem tudják, hogy mit akarnak. Teljesen megengedhetetlen, amit csinálnak. És ugye van a dolognak egy olyan olvasata is, hogy egyszer megbuknak. És hogy gondolnak-e arra, hogy akkor mi következik. Ez mondjuk egy kitérő. Tehát, hogy miféle indulatok és revansvágy
fog akkor az új hatalom uraiban ébredni, amit én ellenezni fogok természetesen. De nekik nincs hova menni. Ez egy nagyon nehezen kezelhető. Nekik nincs hova menniük, ez biztos, mert semmihez nem értenek. Vagy alig valamihez. Tehát nincs olyan tudásuk, ami bárhol máshol használható lenne. A másik része a dolognak, ugye, hogy mi fog történni, az éjszaka közepén jött egy Szabó nevezetű embertől egy javaslat, akiről azt tudjuk, hogy hosszú óval írja a Janus Pannonius nevét, diplomája nincs, de ez persze nem baj. A másik pedig Metzner képviselő asszony, ugye. Az első javaslat arról szólt, hogy ha van egy olyan rádió, amelyiknek a frekvenciájának a kérdésében még az ORTT döntött, persze nem az én időmben már, akkor ővele nem lehet közműsorszolgáltatási szerződést kötni, miközben például a Lánchíd rádió az közműsorszolgáltató, az Inforádió mindjárt közműsorszolgáltató lesz, közműsorszolgáltatónak nem kell műsorszolgáltatási díjat fizetnie, és ráadásul sokat beszélhet. Tehát ilyet nem lehet kötni, és egy ilyen van, a klubrádió nem több. A másik az pedig, hát egy nagyon-nagyon ravasz és hát meglehetősen gonosz ötlet, amelyik ugye azt mondja, ugye ennek is, tehát nincs semmiféle jogi megalapozása, hogy a mostani műsorszolgáltatók, azok úgynevezett hatósági szerződés keretében működnek, és volt arra szabály a törvényben, hogy a műsorszolgáltatási szerződéseket át kell alakítani ilyen hatósági szerződésé, és megtiltja azt, hogy hatósági szerződésé átalakítsanak egy olyan szerződést, amit tulajdonképpen valójában egy bírósági döntés következtében jött létre, vagy hoztak létre, vagy lesz hatályos, ami azt jelenti a legjobb esetben is, hogy az év végével megszűnik a műsorszolgáltatási engedély, mert nem tud átalakulni. Felejtsük el, hogy bárki másra vonatkozhatna, tehát ugye ez egy egyedi aktus, amelyik magát törvénynek nevezi, csak a klubrádióra fog vonatkozni. Na most erről megint azt gondolom, hogy olyan elemi szégyen és olyan feláborodást vált ki, hogy nem tartom teljesen reménytelennek a helyzetet. Ne gondolja senki azt, hogy a közvélemény Magyarországon nem számít. Ez merül látszat. Tehát nem, ők azt hiszik, hogy bármit megtehetnek, néha meg neki mennek a falnak, és nagyon beverik a fejükkel. Nagyon érdekes volt most adott, és mindenkinek ajánlom a figyelmébe, a Magyar Narancsnak egy fontos interjút. Gondolom, hogy önnek is visszajutott már a híre, hogy jól fogadta legalábbis az én környezetem. És abban is említést tesz arról, hogy a média szabályozás volt tulajdonképpen az a pont, ami talán amire a legérzékenyebben rezonált az európai közvélemény. Ha ez így van, akkor már csak bőre hatalmi érdekből nem kellene békén hagyni ezt a gépontot, minek izgatni annyit. Tehát most a Fidesznek és a kormánynak van elegendő baja. IMF hitelt akarnak, hitelkeret szerződést akarnak kötni, próbálnának valamilyen konszolidált viszonyt Európával. Minek kell megint belecsapni a lecsóba? És nyilvánvaló a klubrádió meg ráadásul már az az ügy, ami a tisztábban jeleníti meg a mi érdemeinktől függetlenül is azt, hogy Magyarországon mi van a médiával. És egyébként azt is hozzáteszem, hogy akárhogy is a klubrádió akciórádiusza az rendkívüli módon korlátozott, több értelemben is, ugye egyrészt nyilván a közönségnek egy része hallgatja, bizonyos értelemben egy szerepként is felfogható a működése, tehát ha úgy tetszik, akár szolgálatokat is tesz a rendszer fenntartására, hiszen folyamatosan egy hivatkozási alap, hogy működik kritikus média Magyarországon, ez ebben a pillanatban lényegében kettő médium, az egyik a klubrádió, a másiknak pedig az ATV-t szoktatni. Mármint elektronikus médiumokról beszélünk. Az elektronikus, tehát a sajtóasszisztensen. Nincsen racionális. És tegyük hozzá, hogy Budapest határaitól egy kicsit távolabb már a klubrádió nem hallható. Hát még Észak-Magyarország fele még van két vidéki frekvencia találni. Hát amere én járok autóval, ahol korábban lehetett hallgatni, Észak-Dunántúlon, ott
De nem arról van szó, hogy annak a rendszernek, amit a Fidesz épít, annak a rendszernek az egyik biztonsági, hogy mondjam, támasza az az, hogyha egy zárt nyilvánosságot lehet létrehozni, és abból a szempontból, hogy mondjam, egy félmilliós rés, az túlzottan is veszélyes? Nem így gondolom, azt gondolom, hogy egyrészt megcsinálták, tehát ezen túl vagyunk. Nem, mint az átnyilvánosság. Ez megvan. Másrészt pedig rettetes árat fizettek érte. Tehát olyan árat fizettek érte, amelyiknek mondjuk az egyik jele, hogy a magyar állam képviselőivel ma felelős politikus nem mutatkozik. Iszonyatos árat fizettek érte, és ha nincs ez a borzalmas médiatörvény, akkor a Magyarország tekintélye nincs azon a rettetes mélyponton, amin most van. Erre rendkívül érzékeny a nemzetközi közvélemény, és hogyha ezt észszerűen valaki végig gondolja, akkor ugyanezt az eredményt, vagy ennél jobb eredményt sokkal olcsóbban is el lehetett volna érni, hiszen amit elértek, az hogy a közügyek a magyar lakosság rettetesen nagy hányadát egyszerűen nem érik el. Ugye a közmédiumoknak a közönsége egyrészt megszűnt, másrészt a közmédiumokban nincs hitele a magyar társadalom előtt, tehát azt gondolom, hogy a legutolsó magyar falu aluszéli kunyhójában is tudják, hogy kezdett, mint hogy a Kádár korszakban is tudták, hogy mit kell gondolni a állami televízió iradójáról. Tehát egyrészt nincsen hitele, másrészt pedig ugye ez a Magyarország nemzetközi rossz hírének az alapja a médiatörvény, és ezt minimális beavatkozással is elérhették volna, hogy hegemon helyzetbe kerüljenek. A monopólium, tehát az, hogy kizárólag a nemzeti együttműködés hangja szólaljon meg a magyar médiában, az pedig elérhetetlen több okból. Egyrészt, mert mégiscsak Európa közepén vagyunk, mégiscsak az Európai Unió tagja vagyunk, és az Európa Tanácsnak az alapjogi figyelme az ránk irányul, tehát teljesen elhallgattatni Belarusban sem lehet az ellenzéki médiát. És a másik pedig az, hogy egy olyan világban élünk, ahol virul a Web 2, ön például ugye nagyon is intenzíven jelen van a Facebookon, látom a bejegyzéseit, oda a magyar állam keze sehogy nem ér el. És hát Észak-Afrika legutóbbi történelmi eseményei megmutatták, hogy a Web 2, mint új médium, akár történelemformáló pozíciót is elérhet. 9 óra 30 perc, a vendégünk Majtényi László. Folytatjuk a hírek után. Kérdezték egy hallgató, hogy összet a digitális általános olvatáshoz nem egyenlő a sajtó pluralitásnak a lábajtja forrásán. Szóval 34 perc van egy olyan téma, amit nagyon szeretném, hogyha meg tudnánk beszélni. Persze annyira bonyolult, meg annyira összetett, hogy nyilván erre az a pár perc, ami számva van rá, vagy ami rendelkezésünkre áll, nem is biztos, hogy elegendő. Én ugye lemondott az OTT elnöki pozíciójáról egy nagy és látványos politikai mutyi volt ennek a kiváltó oka. És tulajdonképpen azt hiszem, hogy azok a dilemmák, amelyek a magyar alkotmányosság, vagy a rendszer visszaváltás problémái, hogy mi lesz 2014 után, hogyha újra akarjuk indítani a magyarországi demokráciát és jogállamot, akkor milyen dilemmáink vannak, és azt hogy lehet megoldani. Ennek az egyik része az, hogy kezeljük majd a bosszút, vagy a bosszúvágyat, hogyan lehet majd visszaállítani az alkotmányos konstitúciót úgy, hogyha nincsen kétharmad, ha van kétharmad, és a többi, de ugyanez a helyzet a médiánál is. Magyarországon a médiapiac nagyon kicsi, és politikailag iszonyatosan, hogy mondjam, determinált. Hirdetésekkel, jogalkotással, bármivel mással gyakorlatilag ki vagyunk szolgáltatva, gazdasági és politikai és akár
jogi kiszolgáltatottságról is beszélünk, és aki nincsen benne ebben a rendszerben, az persze mondhatja magáról azt, hogy ő tiszta, de aki bent van, és ilyen szempontból a Klubrádió is bent volt, tehát azt mondani, hogy tettestárs. Benne vagyunk a rendszerben, politikailag meghatározott a helyzetünk, van, amikor nekünk jó, van, amikor kevésbé jó, van, amikor... És igaza is van, talán ebben az interjúban is mondta, hogy miért nem szerette a Klubrádió bizonyos gyakorlatát. Igen. Elfogadom. De mit lehet csinálni ebben a szisztémában? Hogyan lehet egy ilyen kicsi piacon politikailag és tehát megadni a lehetőséget arra, hogy, hogy egy médium szabadon és befolyástól mentesen gyakorlatilag csak a teljesítménye és annak honoráriuma a hirdetései alapján tudjon működni? Ez egy rettentősen nehéz kérdés. Hát nagyon nehéz kérdés és nagyon messzire vezet. Ha megnézzük a mostani médiajogi szabályokat és a 96-os médiatörvény utáni helyzetet, akkor nekem szilárd meggyőződésem, hogy ugye egyrészt a mostani a sokkal rosszabb. Tehát ez nem vitás, tehát egy párti uralom és hát egy omnipotens hatóság, és ugye nagyon érdekes az alkotmánybírósági döntésnek a felemás logikája, és a felemás gyávasága, vagy felemás bátorsága, és arra ez a jogalkotási válasz, amit most adnak. Nagyon sok felé visz. De a gyökere a problémának az az, hogy volt a jogállami forradalom, a jogállami forradalom létrehozott egy olyan közjogi szerkezetet, amelyiknél jobbat Magyarországnak kitalálni nehéz lehetne, és létrehozott egy olyan média irányítási rendszert, amelyik egy jó indulatú és valamennyire igényes politikai élet körülményei között akár működhetett volna. Ha nem olyan embereket küldenek a média irányításba a pártok, akiket küldtek, mert az nem volt a rendszerbe kódolva, hogy ilyen embereket kell oda küldeni. Ha a politikai osztály nem lett volna annyira züllött egészében, amennyire züllött volt. És ez a baloldalra ugyanúgy áll, mint a mostani kormánypártokra. Tehát ez a rendszer akár működhetett volna, költséges volt, nagyon sok hibája volt, de nem tudott működni, mert ilyen a mi elitünk, a mi politikai elitünk. Ugye van egy nagyon sokat emlegetett szöveg, amelyik azt mondja, hogy minden nemzetnek olyan kormánya van, amilyet megérdemel. Én ezt mindig, soha nem fogadtam el, és mindig másképp gondoltam. Pedig jól hangzik. Nem, nekem nem, én azt mondom, hogy mindig rosszabb, mint amilyet megérdemelne. Ez nem ugyanaz. Aha. És ugye ellenzékben eltöltött évek azok mindig arra szolgálnak, hogy morális erőt gyűjtsön egy politikai erő és rendbe tegye magát. A mostani ellenzék nem ad erre példát. Ugye tehát a saját zűlöttségével nem néz szembe, pedig ha szembenézne, akkor valószínűleg már mások lennének a közvéleménykutatási adatok. Tehát az, hogy itt nyilván jóvá tehetetlen dolgok megtörténtek. Például, hogyha most azt kérdeznéd tőlem, mert ugye magamnak már feltettem ezt a kérdést, hogy 20 éves vagy 21 néhány éves fiatalember vagyok, vagy ön, a mai eszével felmerülne önben egyáltalán az, hogy közszolgálati műsorokat készítő újságíró szeretne lenni. Tehát a ma átlátszó.hu vagy valami, igen, nem tört, vagy valami ilyesmi. Igen, az elektronikus médiában, tehát a rádióban vagy a televízióban, a közszolgálati médiában, tehát az, hogy ma egy végzős egyetemista azt mondja, hogy ő a nemzeti távirati irodában, a magyar távirati irodában szeretne dolgozni, már nem is lehet ott dolgozni, mert ugye már ott se lesznek újságírók, a közszolgálati rádióban és a televízióban már régen nincs egyetlen újságíró sem, vagy műsorkészítő sem. Tehát én azt el nem tudom képzelni, hogy egy végzett jogász, vagy közgazdász, vagy médiaszakos hallgató, akinek hát ideái vannak a jogállamról, az azt mondja, ugye, mert egy ilyen étosszal megy el valaki közszolgálati műsorokat csinálni, és az ön nemzedéke azt gondolom, hogy hasonló megfontolásokkal, és nyilván nem azért, hogy
hogy hát megtömi a zsebét, mert azt nem lehet. Mint ahogy ugye bírónak is egy bizonyos hát étosszal mennek el a fiatal jogászok. El nem tudom azt képzelni, hogy valaki egy ilyen életpályára lépjen. Egy ilyen újraindításnak az, hogy mondjam, alapfeltétele, hogy a közszolgálati médiának legyen egy olyan fajta etosz, ami egyfajta irány vagy központi elem. Tehát, hogy magyarán, ha kivesszük ezt az elemet, és nyilván ki kell venni, hogyha oda nem akarnak menni emberek jó szándékkal és ezért, hogy mondjam, ambícióból, nemes ambícióból, demokratikus meggyőződésből, akkor nem is lehet normális médiáról beszélni. Akkor nem lehet. Tehát ugye, hát nem lehet, ugye csak újságírókkal lehet működtetni egy sajtóterméket. Nem, most én a médiarendszer egészéről beszélek. Tehát, hogy azt mondom, hogy felejtsük el, van egy ilyen radikális gondolat, minek nekünk közszolgálati média? Más országok is működnek már úgy, hogy nincsen közszolgálati média. Észszerű felvetés. Igen? Észszerű felvetés. Én a közszolgálati média híve vagyok, de ez egy vitaképes álláspont. Mellesleg azt gondolom, hogy abszolút vitaképes álláspont az, hogy kell-e médiahatóság. Abszolút vitaképes. Ugye, ami ebben morálisan fontos, mondjuk a kiskorúak védelme, az megoldható másképpen is. Tehát az, hogy politikai komisszárok tapossák el a kezdeményezéseket, mint irányító hatóság, hát arra miért van szükség? Iszonyú pénzekbe kerül. Tehát én egyrészt indokolhatónak tartom azt a paternalizmust, ami egy médiahatóság létét igazolja, de ugye kettős igazolásra van szükség. Az egyik, hogy racionálisan igazolható, ez szerintem igen, és szerintem racionálisan messze menően indokolható, hogy egy ilyen kis piac, egy ilyen nyelvi sziget, mint milyen a magyar nemzet, hogy az tartson fenn közszolgálati médiumokat, mert ahol nincs, ott viszont olyan hatalmas nyelvi tengerek vannak, illetőleg a világon, ugye mondjuk az angolt azért annyi helyen beszélik, ahol a közszolgálati műsorszolgáltatást állami támogatás nélkül is fenn lehet tartani, és nagyon magas színvonalon fenn lehet tartani, de mondjuk a BBC az állami pénzből is működik természetesen alapvetően. Tehát én híve vagyok, de van még egy igazolás is, hogy mi ebben az országban ezekkel a feltételekkel képesek-e vagyunk igazi közszolgálati rendszert fenntartani, és képesek vagyunk ezzel egy olyan... kultúrával. Hát ezzel a politikai kultúrával. Hadd kérdezzek egy másikat, mert ez is ehhez kapcsolódik. Ugye egy állandó örökző téma. Nem csak média szabályozásról van szó, hanem média piacról is. Azt látjuk, és akkor mondom a baloldali liberális értelmezését ennek a helyzetnek, hogy az elmúlt 8-10 évben ellenzékből is a Fidesz képes volt arra, hogy hát nem túlzottan tiszta eszközökkel, de gyakorlatilag felépítsen egy médiabirodalmat, amit aztán tud működtetni. A baloldal ebben az ügyben, bár szerintem ő sem tiszta eszközökkel, de sokkal kevésbé volt ügyes. Mindig itt van egy ilyen morális dilemma, hogy ha nem ugyanazokat az eszközöket vetem be, nem olyan módon viselkednek az újságíróim propagandistaként, ha nem ugyanúgy mutyizok, ha nem ugyanúgy nyúlok le pénzeket innen-onnan és fektetek be médiába, akkor versenyhátrányba kerülök. Tehát akkor ugyanezeket az elveket kell követnem és gyakorlatokat, akkor viszont megszüntetem a szabad sajtónak vagy a normális sajtónak még az illúzióját is. Én azt látom, hogy ez nagyon sok mindenre felmentést ad ezen az oldalon, igen, de ugyanakkor a dilemma még mindig itt van. Hát mind a két oldalon, tehát azért ne mondjuk azt, hogy a baloldal sosem mutizott. Nem, és azt sem, de jó, egyrészt hát azt nem lehet mondani, tehát, mert az tényszerűen nem igaz, de azt sem lehet mondani, hogy a jobb oldalon ne lennének morális igények. Tehát ugye ezt azért, hogy mondjam, én ezt tehát ezt nézzük onnan, hogy morális igényesség van itt is és ott is, és ez mindenütt kisebbségben van. Ezért mondjuk az én személyes vonzalmaim, azok nem feltétlenül az én személyes politikai filozófiámhoz közeli emberekre terjednek ki, hanem hát nem mindegy az, hogy erkölcsi megalapozottságról, egy személyiségről én mit gondolok. De a dolog, ha lentről nézve a dilemma az
praktikusan megoldhatatlan. De a rendszer működtetése szempontjából meg nem egészen így van, mert nem úgy néz ki, hogy a baloldalra a morálisan alacsonyabb rendű jobb oldal rákényszerített egy olyan rendszert, amelyikben mondjuk nyilvánvaló életet erkölcsi kompromisszumok nélkül leélni nem lehet. Nem, ugye az életünk nem arról szól, hogy, és egyébként azt gondolom, hogy aki a tiszta erényt követi a óvodától a sírig, az hát egy rendkívül unalmas ember, és nincs húsból és vérből. Tehát ugye az nem úgy fest, hogy az egyik oldalon Szent György lovagok vannak, a másik oldalon meg gonosz sárkányok, és nincsenek is, sem egyik, sem másik. Tehát a legbűnösebb emberben is nyilván pislákol a... Igen, de itt van egy piaci aránytalanság, ez látszik, ami valahogy létrejött. De az, ami létrejött, az egy közös felelősség. Tehát ebben a baloldal felelősségét nem lehet kivonni ebből a baloldal felelősségét. Az már más kérdés, hogy egyenlő arányban felelősek-e a mostani állapotokért a jobb és a baloldal politikusai, és hát az egy nyílt vita, és mondjuk azt én nem, hogy elismerem, hanem messze menően elfogadom, hogy a baloldali kormányok miközben belenyúltak a médiába, és a közszolgálati műsorszolgáltatókról vannak nekem erről történeteim, mert ugye elég sok újságírót ismerek, hogy próbálták befolyásolni. Nyilván önnek is lehetnek ezzel kapcsolatban ismeretei. Egy biztos, hogy nem akarta elpusztítani a jobboldali sajtót, sőt, voltak esetek, amikor még a finanszírozásához is hozzájárult. Ez egyébként mondjuk van egy kulturális háttérbeli különbség is, ugye a legalábbis az MSZP-nek hát van egy múltja, és van egy rossz lelkiismerete, amelyik ebből a szempontból mondjuk pozitív erőként működött, mert tényleg nem akarta magára venni azt, hogy vissza akarja hozni a pártállami szerkezeteket. És ilyen, hogy mondjam, ilyen tehertétele, meg sajnos most azt mondom, nincs a jelenlegi kormánynak. 9 óra 47 perc van, a vendégünk Majtényi László egészen 10 óráig, a hírek után folytatjuk. 9 óra 49 perc van, 50 perc már médiaügyekről beszélünk Majtényi Lászlóval is. Van egy fél mondat, amire szeretnék visszatérni, amikor megkérdezte, és elég dráma is volt, és tényleg elgondolkodható, hogy vajon ma egy pályája elején álló, ambiciózus fiatal elmenne a közszolgálati médiába, és hogy ez ugye mennyire fontos, hogyha ez nincsen, akkor tulajdonképpen nincsen. Egy erkölcsileg megalapozott fiatal ember, igen. Én viszont, nekem van egy hitem arról, hogy a szakmánk vagy hivatásunk az bizonyos szempontból egy kicsit ilyen, vagy az a jó, hogyha egy organikusan fejlődik, és ahhoz, hogy legyenek megint ilyen fiatalok, ahhoz mennyire alapfeltétel az, hogy akár az én generációm, akár az előttem járó generáció végig gondolja azt, hogy az elmúlt 22 évben mi történt a médiában, mi abban a személyes és a kollektív vagy hivatásrendi felelőssége. Tehát mennyiben kell új helyzetet, vagy egyfajta, ugye azt mondja, hogy bizonyos szempontból ez a politikának is a problémája, hogy a baloldal például nem tud szembenézni azzal, hogy az elmúlt, nem tudom, mi sem, meg nagyon sokan, jogászok, mások, tehát hogy mondjam, nem tőlünk függetlenül épült ez a rendszer, nem ugyanaz a feltétel, vagy ugyanaz a felelősség, de valami van. Hát ezt a gondolatot már március 15-én hallottam öntől. Igen, nagyon-nagyon foglalkoztat, mert rengeteg ez nagyon borzasztó nehéz ügy, és ugye én is magamnak is feltehettem, hogy az én személyes felelősségem mi ebben. És az a, most itt hát lesz egy ironikus felhang abban, amit mondok. Én azt tapasztalom, hogy ezt nagyon sokan felteszik ezt a kérdést, de nem nagyon találkoztam olyannal, aki a saját személyes felelősségét tényleg meg tudja fogalmazni. Például, ugye, ha magamra veszem ezt a kérdést, mert az egyszerűbb, ha magamra veszem, én hát ugye az ombudsman rendszer kialakításában volt szerepem, az én javaslataim szerint jött létre nagy részt, tehát azokat javasoltam, azokat a szakosított ombudsmanokat. A információs jogoknak az együttes védelmének hát világújdonság volt bizonyos tekintetben, és európai divatot csináltunk. Tehát és hogyha belegondolok, hogy hol vannak a hibák, ugye két, van egy nekem, hogy mondjam, nüansznyi, és nem, az én fülem erre nem nagyon éles, az, hogy
hogy valóban biztos hiba volt az, hogy a magyar alkotmány a sztálini időszaknak a rémes évét, az 1949-es évét viselte egészen addig, amíg a nemzeti együttműködés rendszere megbuktatta. Én ennek nem tulajdonítottam nagy jelentőséget, de nem rajta múlott, de egyébként nem rajta. Én azt gondoltam, hogy tartalmilag ez egy nagyon kiváló értékeket képviselő alkotmány, és mondjuk én nem kardoskodtam amiatt azon, hogy az évszámot tessék már végre megváltoztatni. Tehát ez, ha úgy tetszik, akkor ez az egy... akkor mondjuk az én hibám is, de nem rajta múlott, tehát ugye én nem voltam olyan helyzetben, hogy ezt valahol kellő erőjel javasolhattam volna. A másik, ami mondjuk nagyon drámai, az alkotmány nagyon könnyű megváltoztathatósága. Ezt viszont én a 90-es évek közepétől folyamatosan mondtam, és javaslatom is volt arra, hogy milyen szabálynak kellene az alkotmányban lennie ebben a vonatkozásban. Holland minta alapján azt mondtam, hogy két választást tud új alkotmányt tudjon, vagy lényegi alkotmánymódosítást, amihez még azt is hozzátenném, hogy az a parlament azonnal szűnjön is meg, amelyik először elfogadta, legyen egy választás, és utána új alkotmány, aminek ugye az lenne az előnye, hogy a nép be van vonva, de egy kicsit indirekt módon. Tehát a felelősöket név szerint jó hosszan tudnám sorolni, és ön is. Nem vagyok abban biztos, hogy azok, akik felteszik ezt a kérdést, azok valószínűleg nem járnak élen a felelősség terhében, hanem azok, akik egyébként is felszoktak tenni magukkal szemben is morális kérdéseket. Tehát valószínűleg azoknak kéne ezt feltenni, akiknek a fejbe meg se fordul. OLTT elnökként ugye az egy nagyon látványos és morálisan is értelmezhető gesztus volt, amikor lemondott. Igen. De előtte volt egy... Hány hónapot volt OLTT elnök? Pont 20 hónapot. A praxisban, a kompromisszumot nyilvánvalóan elnökként is kellett, bár lehet, hogy abban önnek szerencsésebb helyzete volt, hogy nyugodtan fogalmazhatott meg akár külön véleményeket is egy nem bánható döntéssel, de kellett utólag már problémásnak minősíthető kompromisszumot kötnie? Hát ugye én végig küzdöttem dolgokért, amit egy jelentős részét elértem, egy jelentős részében meg nem sikerült eredményt elérnem, de a kifejezetten rossz kompromisszumban nem mentem. Álláspontjából azért nem kellett engednie, csak hogy valamilyen megoldás szülessen. Igen, tehát voltak olyan esetek, amiben engem leszavaztak, vagy blokkolták a törekvésémet, tehát például ami most is az önök ügyében is hihetetlenül fontos, hogy legyen frekvencia gazdálkodási terve és frekvencia elvei a médiahatóságnak. Tehát ugye, hogy ne lehessen azt mondani, hogy előírom a zenei arányt, de nem mondom meg, hogy milyen társadalompolitikai eszmény van e mögött. Tehát ezt egy nyilvánosság előtt vállalható frekvencia koncepcióban, vagy frekvencia elosztási koncepcióban kellett volna megalkotni, amilyen ezt végig... De ebben nem voltak partnerek, hogyha jól értem. Hogy? Ebben nem voltak ennek partnerei. Voltak, igen. Például a Gyurica Péter ezt történetesen nagyon támogatta, de ebből is nem lett semmi. Sőt, ő maga ezen dolgozott is. Tehát azt gondolom, hogy tehát én abban a tekintetben, ne dicsérje magát, de én gyűlölöm a korrupciót, és ezért mondjuk személyes áldozatot, vagy személyes kockázatot is szívesen vállalok. Tehát ebben a tekintetben, meg abban, hogy alkotmányjogilag legyenek megalapozottabbak az ORTT döntései, ezekben én elértem elég jó eredményt. Hadd kérdezzek a végén valami személyeset. Aki régóta figyeli és kedveli az ön közéleti tevékenységét, az biztos, hogy észrevette, hogy itt azért van egy erős váltás ebben. Aminek bizonyítéka ez a Magyar Narancs interjú is, vannak benne, elég egyszerű és egyenes százasszög egyszerűségű és hatású mondatok, amelyek nem feltétlenül voltak korábban önhöz köthetőek. Aztán ott van az operaházi fellépése is. De egy tudatos döntés, hogy egyszerűen az ember
demokrataként, meg gondolkodóként a helyzet kényszerének is engedve belekerül ilyen helyzetbe, akár akarat ellenére is. Erre azt tudom mondani, hogy a személyes vonzalmaimmal nem teljesen egyezik ez a szerep, és ugyanakkor meg van bennem egy olyan igény, hogy olyan helyzetbe érzem magam, ahol az ember, ahol ha 70%-ig vagy 80% vagy 85%-ig elmondja az ember azt, amit gondol, vagy 85%-ig vagy 93%-ig elmondja az igazat, nekem most az a benyomásom, hogy olyan helyzetben vagyunk, amikor az nem igaz mondás. Tehát vagy elmondom, amit tényleg gondolok, vagy 100%-osan, vagy akkor meg maradjak csendben. Tehát most bennem ez van, és ugye én már felnőtt voltam a Kádár korszakban is, és ugye ott másképp szocializálódtam, és én nekem a szabadság egy nagyon nagy személyes élmény volt, és én nekem nagyon boldog volt ez az elmúlt 20 éven, miközben a közügyekben még ugyanakkor nagyon boldogtalan vagyok, tehát van egy ilyen kettősség abban, amit élek. Nekem személy szerint ez érdekes módon úgy volt sikeres, hogy amiért dolgoztam, az meg sikertelen lett. Én is így vagyok ezzel valahogy egy kicsit. Úgyhogy azt kívánom ennek, hogy még sokáig tudjon elmondani 100%-osan azt, amit gondol. Köszönöm szépen a figyelmüket még egyszer a vendégeim nevében is. Viszontlátásra!